Kedves uraim, feladat a következő. Az önök mögött látható próbóba át kell felöltöztetniük. Törzsőrmesteri rendfokozatú 10M mintájú nyári gyakorló ruházatba. Elsőre nem is tűnik nehéznek az utasítás, de ennek a feladatnak a végrehajtásához mindenféleképpen rendelkezni kell, legalább alapfokú rendészeti ismeretekkel. Nagykállóban második alkalommal szervezték meg a megyei rendészeti csapatversenyt. A rendezvény célja a rendészeti pályaorientáció, a tehetségek kiválasztása, a csapatszellem és az összetartozás érzésének erősítése. A versenyző diákoknak hasonlóan a fegyveres szerveknél előírt felvételi eljárás során teljesítendő feladatokat kell időre végrehajtani. Elsősorban ugye a belügyi rendészeti szervekhez tartozásként mind a rendőrség, a katasztrófa védelem, illetve a büntetés végrehajtásról kell, hogy beszéljünk. Ennek megfelelően ilyen speciális szakmai feladatok végrehajtására kerül sor. Emellett a rendőrségi feladatokban nyilván lövészet, amely légpuskalövészetben realizálódik, de ezen túl nagy lehetőséget biztosít az is, hogy egyfajta képen akár a miskolci szakgimnáziumba történő felvételit is megkönnyítsük, vagy barátkozzanak a jelentkezők ezzel a rendszerrel, hiszen a fizikai állóképesség felmérésére hivatott gyakorlatok végrehajtásában, illetve is speciálisan erre a célra kialakított akadálypálya végrehajtásával ismerkedhetnek meg, illetve mérhetik összetudásukat a versenyzők. A rendőrség és a katasztrófa védelem mellett a büntetés végrehajtási intézet is képviseltette magát a rendezvényen. Egy börtöncella hiteles másolatát építették meg, ahol a diákoknak zárkarendet kellett kialakítaniuk, illetve tiltott tárgyak megtalálása volt a feladatuk, természetesen időre. A Budai Nagy Antal szakgimnáziumban 10 éve van rendészeti képzés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig összesen 360 diák tanul valamilyen rendészeti szakákban. Ezt már Rostás János főigazgató mondta, aki kiemelte, hogy a tanulók 30%-a folytatja rendvédelmi pályán tanulmányait a szakiskola elvégzése után. A főiskolákon, egyetemeken, tehát nem, konkrétan nem arra kell gondolni, hogy az itt végzett tanulóink azok egyből tovább tudnak menni a rendvédelmi egyetemre. Nagyon sok lehetőségük van, vagy nagyon sok tanulónk is sikerül első körben, de én azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol be kell járni azt a szamárlétrát, ahol meg kell tapasztalni sok mindent a tanulóinknak. Konkrétan mondom, 18 éves gyereket nem lehet a büntetés végrehajtás közelébe engedni, mert még pszichésen nincs kész, nincs felkészülve arra, hogy azzal az embercsoporttal úgy bánjon, ahogy egyébként azzal bánnia kell. Ehhez nem csak fizikálisan, hanem szellemiekben is sokat kell érni a tanulóinknak, de biztos vagyok benne, hogy azok az alapismeretek, amelyeket itt 18 éves korukig megkapnak, aztán a továbbiakban ezt tudják erősíteni, alkalmassá teszik őket arra, hogy előbb-utóbb a megye börtöneiben, amelyből, ha jól tudom, most is épül kettő, munkát tudnak találni, illetve munkát tudnak végezni. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum jóvoltából a fizikai feladatokban elfáradt versenyzők tartalmas ebéddel regenerálódtak, és ajándékokkal térhettek haza.